Üdvözlök mindenkit! A nevem Márta Andrea, a tanulmányi osztályon dolgozom, és eljött velem kolléganő Marinkovnyi Kádár Ágnes is. Bemutatjuk a szakjainkat, de első körben szeretnék egy kis felmérést, hogy ki az, aki érettségi után jön hozzánk, vagy szeretne jelentkezni. Érdeklődik. Akinek már van zeneművészeti felsőoktatásban szerzett oklevele, olyan hány van? Tessék mutatni. Jó, és aki még nem tanult zenét, olyan van-e önök között? Mert tavaly volt. Első körben, aki érettségi után szeretne hozzánk jönni, két bemeneti rész van. Az egyik az előadó művészet, klasszikus hangszerművész szakok. Nálunk zongora, orgona, hárfa, csemballó, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, gitár, fuvola, oboa, klarinét, fagott, furuja, kürt, trombita, halsona, tuba, ütőhangszerek és ének van. Ezekből tudnak majd választani. A képzés az 6 fél éves. Államilag támogatott fél éveket is igénybe lehet venni, illetve lehet jelentkezni önköltséges finanszírozási formába is. Arra felhívnám a figyelmet, hogyha jelentkeznek, akkor amihol K betűt látnak, az az önköltséges, tehát aki nem tud fizetni, nem szeretne fizetni, az ne azt jelölje be. Ebből már volt olyan probléma, hogy amikor felvételre került valaki, akkor derült ki, hogy önköltségesbe szeretett, vagy nem önköltségesbe szeretett volna jelentkezni. Az előadó művészet alapképzési szak, valamennyi szakirányára 30 fő vehető föl nálunk itt Szegeden. Ezt azért mondom el, hogy lehetőség van még a másik szakunkra, az osztatlan tanárképzésre is jelentkezni. Azt javasoljuk ezért, hogy aki teheti, arra is jelentkezzen. Ha nem azt szeretné első helyen, akkor második szakon meg tudja jelölni, hogyha szeretnének bekerülni, és kifejezetten Szegedre, akkor érdemes ezt is igénybe venni. Nálunk főtárgyi felvételi vizsga van valamennyi szakirányon. Felvételi követelményeket mutatom, hogy hol találják. Az első linken van az előadó művészet alapképzési szak, és a tanári szakirányoknak is a felvételi követelménye. A főtárgyból ugyanaz mindenkinek, vagyis hát a szakokhoz kapcsolódóan, és vannak alkalmassági vizsgáink is. Ez zeneelmélet, szolfézs és zongora. Természetesen zongora szakirányon nem kell újra zongorázni. Meg is mutatom magát a zongorát. Itt vannak a művek, és itt van a szolfézs, zeneelmélet. És ha megnézzünk egy másik szakot, például a hegedűt, itt is itt vannak a főtárgyi művek és az alkalmassági vizsgák között már is megjelenik a zongorából felvételi követelmény. A tanulmányi pontot, tehát érettségi alapján a zeneművészeti szakterület nem számol pontot, ezért kizárólag az összpontszámot a főtárgyi gyakorlati vizsgán szerzett pontszám adja, ez a maximum 200 pont, és ennek a kétszerese fogja adni az önök pontját. Ehhez többletpontok nem adódnak hozzá, ezt tudniuk kell, tehát nincs nyelvvizsgapont, vagy kiváló tanulmányi versenyér pluszpont. A kar dönt arról, illetve a tanulmányi, vagy a felvételi bizottság, hogy milyen szakokon indítanak, és milyen létszámmal tudnak indítani. A felvételihez nagyon fontos, hogy csatolják az érettségi bizonyítványokat. A zenetanár osztatlan mesterképzési szakszakirányaira a Tudományegyetemnek a tanárképző központján kell jelentkezni, tehát ennek a felületén sokszor előfordul, hogy nem találják a hallgatóink, szeretnének, vagy a leendő hallgatóink,
ezt, és ezért mondom el, hogy ezt mindenképpen írják föl, akik érettségi után jönnek, hogy ott kell keresniük. Ez a képzés nálunk 10 fél éves, és itt is figyelni kell arra, hogy aki állami megtámogatott fél éveket szeretné igénybe venni, az úgy jelentkezzen. Ezt elmondom, hogy ha mégis önköltségesbe szeretnének jelentkezni, akkor fél évente az alapszakon ott 800 ezer forint a tandíj, és az osztatlan zenetanárképzésben pedig 400 ezer forint. Azt is tudniuk kell, hogy az a hallgató, vagy az a jelentkező, aki a felvételi vizsgán, az alkalmasságin nem felelt meg értékelést kap, az akkor sem vehető fel, hogyha sikeres lett volna a főtárgy felvételi vizsgája. Ami nagyon fontos, és külföldiekre vonatkozik, hogy ott mindenképpen olvassák el, hogy hogyan kell az érettségit becsatolni. Ott előfordulhat, hogy kicsit később kapják meg, de ott is van lehetőség ezt még becsatolni, ott egy kicsit meghosszabbítják általában a beadási határidőt. Azt a részt viszont nagyon pontosan el kell olvasni. Ami még kimaradt, de nagyon fontos, hogy a tanári szakon, a zenetanár osztatlan mesterképzési szakon, ott még van pályaalkalmassági vizsga is. A felvételi napjánra szervezzük ezt is, amelyhez szükséges önéletrajz és motivációs levél készítése, amelyeket fel kell tölteni a felvételi rendszerébe. A feltöltési határidőt kérjük, nagyon figyeljék és tartsák be, hogy nehogy lekéssenek róla. Vannak mesterképzésben megkérdezett képzéseink is, például a fúvózenekari karnagy, operaének, oratórium és dalének, zongora, hegedű, halsona, gordonka és gitár. Itt a képzés az 4 fél éves. És ez erre a felvételi vizsgán fontos az oklevél, tehát anélkül nem kerülhetnek be. 100 pontot szerezhetnek, amely tartalmazza már a többletpontokat is. A főtárgyi felvételi vizsgán 98 pontot kaphatnak, előnyben részesítésért plusz 2-t. Ha itt is valaki önköltséges formában szeretne jelentkezni, akkor a klasszikus hangszerművész és operaének, oratórium és dalének esetén 950 forint lesz a tandíja, illetve a karmester, mesterképzési szak, fúvózenekari karnagy szakirányon 600 ezer forint a fél éves önköltségi ár. Hirdetünk még meg zeneművész tanár mesterképzési szakon is pár szakirányt, énekművésztanár, zongora művésztanár, hegedű művésztanár, harsona művésztanár, gordonka művésztanár és gitárművésztanár. Itt a képzés az 2 fél éves, ide csak úgy lehet bekerülni, ha már valakinek van egy mesterképzésben megszerzett oklevele. Vagy már egy évet elvégzett nálunk mesterképzésben. Vagy akár az ország más területén is lehet az akadémiáról, Debrecenből, Pécsről is jelentkezni. Itt az önköltségi ár fél évenként 400 ezer forint. Fel kell tölteniük a jelentkezésnél a felsőfokú oklevelet, nyelvvizsgát igazoló dokumentumokat is. Ezen a felvételi vizsgán, a zeneművész tanári mesterszakon a főtárgy vizsgán 70 pont szerezhető, és az oklevél minősítése alapján 20 pont. Előnyben részesítésért még plusz 10 pont adható, ha ez valakit érdekel, akkor a végén el tudom mondani neki, hogy mi az, amiért kaphat pontot. Jelentkezési határidő ugyanúgy, ahogy a többi kar esetén mindenütt február 15-én jár le, tehát addig kellene jelentkezniük. Aki hozzánk jelentkezik, az majd kap később egy behívó levelet, és a felvételi vizsgákat 2018. június 23 és július 6 között tartja az a zeneművészeti kar. A jelentkezési határidőt követően a megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, de legkésőbb július 13-ig be kell gyújtaniuk a felvételi rendszerében. Nálunk miután felvételi vizsga van, és nem az érettségi alapján kerülnek be, ezért
a felvételi vizsgáért fizetniük kell, ezt majd ennek a díját, illetve a csekket, azt ugyanúgy kiküldjük a felvételi behívó levéllel. Ennek majd az összege 3500 forint lesz. A zeneművészeti karon nincs ilyen nulladik évfolyam. Előkészítő az úgy volt, hogy aki szakközépiskolába jár, egyetlen egy ilyen növendékünk van, tehát aktív jogviszonya van egy középiskolába, annak volt ilyen olyan felkészítő, de ilyen nulladik évfolyam nálunk nincs. Amiről még esetleg, vagy érdemes megkérdezni, az a Vántos István zeneművészeti szakközépiskola, hogy ők mit tudnak javasolni. Igen, helyileg még az épületünkben vannak, de nem tudom, azt hallották-e, hogy új épületünk lesz pár éven belül.